Két dolgot szeretnék elmondani, mielőtt az Istvánnak átadnám a szót. Egyrészt az, hogy a hír igaz, tehát igaza volt a Sisa Attilának, az Istvánék ma ünneplik az első házassági évfordulót. És ezért különösen is hálásak vagyunk, hogy itt töltik velünk ezt az első házassági évfordulót. És egyébként az István ma rengeteget dolgozott azért, hogy ezt a kitet végre el tudjuk kezdeni. Úgyhogy szerintem jól le is fáradt már, de ennek ellenére vállalta, hogy ide ellenétek, és mondja azt az üzenetet, amit Isten adott neki, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Jó lenne egy kis fény oda, mert hát ha jobban látszanának az emberek, mert így senkit nem látok, csak a pulpitust. Viszont ahogy Attila mondta, tényleg ma van az első házassági évfordulunk, és mi megbeszéltük a feleségemmel, hogy az első házassági évfordulónkat azért tettük október 23-ára az esküvőnket, mert ez így egy ünnepnap lesz, amit akkor mindig kettesben tudunk tölteni, és semmivel nem foglalkozunk, nem megyünk el sehová, és tényleg csak egymásra fogunk figyelni. De hát ez ma van, az első, úgyhogy már is nagyon jól sikerült, viszont ennek egyetlen egy oka van, hogy mi itt vagyunk. Az, hogy nagyon mélyen és erősen hiszünk abban, hogy ennek a munkának, amit itt végzünk, ennek van értelme. Hiszünk abban, hogy itt most, ha sikerül hitre jutnotok abban, hogy az Úr a szellemét bármikor küldi nektek, amikor csak akarjátok, és betöltekeztek az Úrnak a szellemével, és ezt nem csak egyszer teszitek meg, hanem rendszeresen visszamenőleg, akkor az életetek meg tud változni. Onnantól kezdve egy egészen más életminőséget lehet elérni. És ez az a hit, ami az első házassági évfordulónkon idehozott minket, azért, mert szeretnénk, hogy megváltozzon az életetek. És nagyon fontos ez nekünk, és ez az, ami miatt van ez az egész rendezvény. Ez az, ami miatt, akik most itt vagyunk, a hangosítóktól kezdve, akik a vacsorát készítik, és tudom, már mindenki éhes, úgyhogy gyors is leszek. Akik a vacsorát készítik, mindenki azért dolgozik, hogy ez a sziget ez létrejöhessen itt, ahol megtapasztalhatjátok Istennek a jelenlétét. Hányan tudjátok azt, hogy az ember úgy miből áll, már mint nem biológiailag, ilyen test, lélek és szellem összefüggésben, hogy van ez az emberben? Hát ez bíztató. Az ember elsősorban lélek. Itt van az összes tapasztalatunk, az összes élményünk, itt raktározódnak az emlékeink, itt vannak az érzéseink, itt van maga a személyiségünk a lelkünkben. És a lelkünknek van, a lelkünk két oldalról kap impulzusokat. Az egyik a test oldala, éhes vagyok, szomjas vagyok, álmos vagyok, de szeretnék egy új laptopot. Ez mind a testnek a vágya. És a szellemünk is van, tehát a szellem oldaláról is jön az impulzus, és amikor mi betöltekezünk Istennek a szellemével, akkor ott nyílik egy kapu. Nyílik egy új lehetőség az életünkben, amikor már nem a testnek és a bűnnek az uralma alatt vagyunk, ugye ezt írja a Biblia, hogy többé nincs hatalma a bűnnek rajtatok. Ez ezen keresztül zajlik. És akkor nyílik egy kapu nekünk, hogy ne a testünkre figyeljünk, hanem a szellemünkre. Hogy odafordítsuk a lelkünket a szellemünk felé. És akkor, amikor ez megtörténik, amikor Isten szelleme betölt minket, akkor ezek a dolgok jönnek létre, amik ide mögém ki vannak írva. Öröm, szelídség, békesség, szeretet, jóság, hűség, szívesség, türelem, önuralom. Hát ezek nagyon jó dolgok, és én nagyon örülnék, hogyha ezeket már így mindent birtokolnám a személyiségemben, tehát ha ez így a szellememből a lelkembe átült volna. De valami miatt ez így mégsem sikerült tökéletesen. Hát ez azért van, mert ez Istennek a tökéletes szelleme, akiben ez mind megvan. És van a lelkem, ami pedig még a testem felül is kap egy csomó impulzust, és a testem az pont nem ezeket a dolgokat szeretné. Hát nem annyira békességes, mondjuk, mikor megbüntetnek a BKV-n, nem is szelíd, a legkevésbé sem örül, tanulás közben sem olyan boldog az ember, sokszor nem türelmes, párját illetően, autóját illetően, anyagilag, munkát illetően, sok szempontból. És ez az, amit
hogy a testet hova ford, vagy hova fordítod a lelkedet, a testet felé, aki ezeket nem szeretné, vagy a szellem felé, akiben ez mind megvan. És ez ott van már benned. Csak az a kérdés, hogy hova fordulsz. Jó, persze, hát én is szeretném, hogy tudok oda fordulni. Amikor éreztétek már jól magatok a dicsőítés közben? Igen. Volt olyan, hogy úgy azt éreztétek, hogy minden teher lehullott rólam, és most semmi gond nincs. Biztos, szerintem ezt mindenki, aki egy dicsőítésre odafigyel, és nem csak úgy énekel, hogy olvassa a szöveget és a éneklik, az mindenki átélte már ezt. Ez az a pillanat, amikor a testedet is Isten felé fordítod. Jön egyrészt a lelkedbe, a szellemed felül Istennek az összes jósága és tökéletessége, és jön a másik oldalról a tested felül is. Istennek a jósága és a testedet is Isten felé fordítottad. Ez az, amikor arról van szó, hogy egy tökéletes egység alakul ki. Ekkor jönnek létre ezek a dolgok bennünk. Így tudnak létrejönni, így tudnak megvalósulni és valósággá válni Istennek az ajándékai. Azzal, hogyha a testünket is Isten felé fordítjuk. Mikor imádkozunk, mikor dicsőítünk, mikor igét olvasunk, talán a legfontosabb az összesből. Akkor, amikor odafordulsz, akkor így megnyugszik a lelked. Hányszor énekeljük is ezt. Meg úgy érezzük, szoktuk ezt mondani, hogy fú, most olyan lekerült minden teher, olyan jó. Pedig egyébként van egy csomó probléma. És ennek a megvalósulása egyébként nagyon gyakorlatias módon is meg tud lenni. Én most a héten fejeztem be a diplomamunkámat, 27-e a leadási határidő hétfő. Én még két héttel ezelőtt, hát nem álltam bele túl jól. Mindenki kérdezte, hogy miért nem vagyok ideges. És mondtam, hogy mert nekem békességem van abban, hogy ez az egész az Úrtól van, az, hogy az Úr belehelyezett engem oda abba az iskolába, és hogy elvégezzem, rengeteg csoda volt, az összes vizsgám, a megtérésemtől kezdve egy vizsgán sem buktam meg, ami hát előtte finoman szólva sem így volt, és meg volt a békességem. És nem izgultam rajta, és elkészült. Elküldtem a konzulensemnek, és a konzulensem nem válaszolt. Ezt most hétfőn küldtem el, és ugye hétfő, egy hét múlva leadási határidő, és ha nem adom le, akkor nem lesz meg. És valahogy én nyugodt voltam, hogy ezzel semmi baj. És tegnap este jön egy e-mail este 10 óra körül, hogy nagyon jó, hétfőn beadhatod. Ezek csak egyszerűen azok a dolgok, mikor Istennek van egy ígérete az életünkben. És a testünk felől érkező dolgokat, ami idegeskedj már, miért nem vagy kész, gond lesz belőle, miért nem válaszol a konzulens. Tehát lehetne idegeskedni. Nyugalom, önuralom, türelem. Ezek mind valóságá tudnak válni az életünkben. De ennek, ahogy az Attila is mondta, meg a Sisa Attila is mondta, hogy az a kulcsa, hogy keressétek a mennyek országát, és minden más megadatik nektek. És ezért nagyon-nagyon érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, ami most itt a kiten adatot nekünk. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki most úgy lenne itt, hogy ahogy Attila is mondta, felkészülne arra, hogy Isten itt van velünk. És ugye megvan írva az is a Bibliában, hogy kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és megnyittatik. És közvetlen ezután írja, hogy az Úr ad nektek Szent Szellemet, ha kéritek. De egy úri ember, tehát kérni kell. És ez most itt, ezt arra hívlak, hogy tedd meg, hogy kérd, hívd be az életedbe, hogy töltsön be Isten szelleme téged, és változtassa meg, adjon egy olyan alapot neked, amire onnantól kezdve tudsz építeni. És amikor ezt megteszed, úgy, hogy csak nem tudom ezt elmagyarázni, hogy kell kinyitni a szívünket. Amikor azt mondod, hogy én már pedig azért sem fogok foglalkozni azokkal a problémákkal, amik nem itt vannak. Hanem azt mondom, annyi mindenre szálljuk oda az időnket. És ugye megvan írva egy ige, ami engem nagyon megragadott most a héten. A Galata levélben van, hogy Isten nem lehet megcsalni. Hiszen amit az ember vet, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást,
aki pedig a szellemnek vet, a szellemből fog aratni örök életet. Én ezt szeretném, hogyha most mi mindannyian a szellemnek vetnénk. Most nem a testünkkel foglalkoznánk azokat a dolgokat, amik érnek minket, hanem kinyitnánk a szívünket itt. És azt mondanánk, hogy engem nem érdekel, hogy mit gondol a másik, lehet, hogy vannak itt olyan emberek, akikkel problémáid vannak, nem érdekes. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy fú, hát milyen gáz az, mikor emberek úgy elmondják, hogy kiment a lábukból az erő, és akkor úgy elesnek, meg leülnek. Én azt szeretném, hogy most semmivel nem foglalkoznánk. Csak annyit tennénk, hogy odafordulunk, és azt mondanánk, hogy gyere, Uram, töltsd be, és tegyél, amit akarsz. És az Úr jönni fog, és tenni fog veled olyan dolgokat, amit el sem tudsz képzelni. Tényleg el fognak kezdeni ezek a dolgok benne kialakulni, és minden egyes szükségedet be fogja tölteni. De mivel most azért úgy a testünk viszonylag erősen jelezi szükséget, hogy most már éhesek vagyunk mindannyian, meg el is nyúlt ez a program egy kicsit, ezért én most be is fejezem. Egy imával. Drága mennyei Atyám, köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk. Köszönöm neked azt, hogy szerethetünk téged, és köszönöm azt, hogy a te karod mindig ki van nyújtva felénk. Köszönöm azt, hogy te sosem fordulsz el tőlünk. És köszönöm azt, hogy ahogy a Bibliában megvan írva, Uram, te tökéletesnek látsz minket. Köszönöm azt, hogy előtted nem kell megjátszanunk magunkat, hanem hozzád oda mehetünk bármilyen gondolatunkkal, problémánkkal, és Uram, te jössz, és te hozod a megoldásokat. Köszönöm neked azt, hogy te kitöltöd ránk a te szent szellemedet, azt a szellemet, ami meg tudja változtatni az életünket, és ami a legnagyobb problémákat és falakat is le tudja bontani. Köszönöm azt, hogy számíthatunk rád minden egyes helyzetben. És köszönöm azt, Uram, hogy a te szellemed által többé a bűn nem úr az életünkön. Áld meg, Uram, ezt a néhány napot, és kérlek téged, hogy készítsd el minden egyes itt lévő szívét arra, hogy behújjon a te üzeneted. Érintsd meg őket, és készítsd fel őket, hogy meghallják a te szavadat. És add, Uram, hogy ne vegye le semmi a figyelmünket rólad ebben a három napban, hogy amikor visszamegyünk majd az életünkbe, és újra felerősödik a test hangja, mi akkor is a te szellemedre tudjunk támaszkodni. Arra a szellemre, ami valós változásokat hoz létre. Köszönöm a te szeretetedet, Uram, mert te szerettél előbb minket, és mi azért lehetünk itt, mert te úgy döntöttél, hogy te elhívsz minket. Köszönöm, hogy egyen-egyenként ismersz, és hogy mindannyiunkat szépnek, jónak és tökéletesnek látsz. Köszönöm azt, hogy te nem vetsz el minket. Akármilyen messze vagyunk, Uram, te ugyanúgy nyújtott karral állsz felénk, és bármikor visszamehetünk hozzád. Köszönöm azt, Uram, hogy te vagy az, aki itt van ezen a rendezvényen, és hogy ez az egész itt, ez a te akaratodban van. Hálát adok neked azokért, akik itt vannak, Uram, és köszönöm, hogy szeretsz minket. Amen.